Tovább fejlődhet a női foci, nem csak Győrben, hanem már a környéken is. Az Eto FC Győr ugyanis együttműködési megállapodást kötött a Nyúl SC-vel. Ennek értelmében a két csapat közösen keresi az új tehetségeket, a legügyesebbek pedig az Etónál is szerencsét próbálhatnak. Jelenleg az óvodába 30 fő jelentkező közül 15 fő majdnem a kiskorú leányzó, és így az Etónál is óriási gondot, problémát okoz, hogy kevés a fiatal ügyes játékos, és így azt éloztuk meg, hogy innen a Bakony aljából összeszedjük a tehetséges fiatalokat, az Eto edzőket, szakembereket fog kiküldeni Nyúlra, akik majd kiszűrik a tehetséges fiatalokat, és ezeket megpróbáljuk az Eto felfele áramoltatni. Nyúlon egyébként már most csak nem 40 fiatal lány focizik, most pedig egy egész délután szántak a női foci népszerűsítésére. Sőt, még az Eto felnőtt csapata is itt játszott egy felkészülési meccset a szlovák bajnok Mijava ellen. Zászlónkra tűztük, hogy itt a régióban népszerűsítjük a női labdarúgást, és több előkészületi mérkőzésünket is Győr környékén játsszuk le. Úgy látom, hogy eznek nagy sikere van, nagyon örülünk neki. Úgyhogy a mai szlovák bajnok Mijava elleni mérkőzésünket is itt rendezzük meg. Ezen kívül megbeszéltük a Nyúli sportkör vezetőivel, hogy egy ilyen női foci népszűsítő délutánt rendezünk. Volt itt már ifjúsági torna is, és mondom, a fénypont pedig ez a mai mérkőzés. A Nyúli női foci fejlődését az is mutatja, hogy idén először a másodosztályban indulhat majd a csapat.